A Kodály Központ adott otthont az idei városnapi ünnepségnek Pécsen. Szeptember 1-jéhez, a Pécsi Egyetem alapításának dátumához kötik ezt a napot. A város polgármestere a település különleges hangulatát, szépségét emelte ki politikamentes beszédében. Átadták a városi díjakat, köztük a díszpolgári címet. Idén Lénárt László professzor kapta ezt. Az én családom Erdélyből származik, ez a város befogadott minket, itt nőttem föl, minden követ ismerek a városban, boldog vagyok, hogy itt élhetek, nagyon-nagyon szép hely. Sokszor hívtak máshova, még Amerikába is hívtak tanszékvezető egyetemi tanárnak, mindig visszajöttem, visszavágyódtam, mert ahogy a polgármester úr előadásából is kitűnt, ez egy csodálatos város. A Pécs története alapítvány kurátoraként megismertem nagyon alaposan ennek a városnak a történetét. Mondta köszöntő beszédében az idei díszpolgári cím tulajdonosa. Lénárd László Pécset szerzett általános orvosi diplomát, idegélettani kutatásokat végzett, az egyetem rektora is volt 2003 és 2007 között. Tudományos munkája mellett a pécsi polgárság elkötelezett közéleti személyisége, hangzott el a professzort méltató szövegben a díj átadásakor.